Az unokahúgom küldte el a jelentkezést, de úgy, hogy azért megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá. Elején nagyon tiltakoztam. Hát gyerekként nem volt olyan, hogy kedvenc kaja, mert volt, ugye öten voltunk, és ki volt porciózva még a kenyér is. Lehet itt a versenyben is többször kellett volna igyak pálinkát, hogy bátrabb legyek. Véget ért az RTL nagyszabású főzősója, a Konyhafőnök jubileumi évada. A Konyhafőnök címet és a vele járó 10 millió forintot Kurta Zsuzsa nyerte, akivel most egy szuper fine dining reggelit fogunk elkészíteni. Közben mesél nekem egy kicsit a tapasztalatairól, a gyerekkoráról, és hát elárulja azt is, amire szerintem mindannyiunk kíváncsi, hogy mihez kezd a főnyereménnyel. Egy szuper egyszerű, 5 perces reggeli készül. Rántott szendvics, ha jól tudom. Igen, rántott szendvics, budjantott fürtojás, ehetővirágokkal, hollandi... Ami igen, mindenre is igen, jó. Hollandi mártással, a megúszós hollandi mártással és békönropogóssal. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ugye a casting napján te Sárközi Ákos pólóban jelentél meg. Amikor beléptél, megláttad az Ákost, és elsírtad magad, de utána mégis a Jenőnek a csapatába kerültél, és az ő csapatát erősítetted. Nem sajnáltad, hogy nem az Ákos csapata? Igazából azért nem sajnáltam, hogy nem az Ákos csapatába kerültem, mert ugye mivel nagyon főnézek rá, és nagyon tisztelem, meg nagyon szeretem őt, féltem attól, hogy ez nagy a teljesítményem róvására menjen. Milyen gyerekkorod volt? Hát én szerintem nagyon jó gyerekkorom volt. Szegények voltunk, de azért mindig volt mit enni. Mindig a vasárnapi ebédeket szerettem a legjobban, mert akkor gyűlt össze a család, ugye mindenki ott volt. Például, mikor a csirkét vágtunk, vagy ilyesmit, akkor néha édesapám még megkért arra is, vagy nagyon szívesen csináltam azt, hogy én vágtam el a csirkének a nyakát. Még olyan is volt, mikor disznót vágtunk, és én tartottam a véres tálat. Édesanyám meg a testvéreim behúzottak a szobába, és befogták a fülüket. Előfordult olyan, hogy szomszédoknak főztél, barátoknak főztél. Igazából én most így, hogy eszembe jut, mi nem jártunk nyaralni külföldre. Édesapám, ugye a Nagykükülő partjáról származok, ott van Székelykeresztúr, és édesapám mindig kinézett egy helyet a Kükülőn, és nyáron mi kit költöztünk oda sátorral, és az is előfordult, hogy onnan jártak be dolgozni a szüleim. És ott igazából ott Bográcsban lehet, hogy ott szerettem meg a főzést, uh-huh. Vagy ott lestem el, olyan is volt, hogy Bográcsban fánkot készítettünk. És mi a kedvenc kajád? Gyerekként mi volt a kedvenc kajád? Hát gyerekként nem volt olyan, hogy kedvenc kaja, mert volt, ugye öten voltunk, és ki volt porciózva még a kenyér is. Én arra emlékszem, hogy elmentünk iskolába, és jöttünk haza, és ki volt rakva a papírra, hogy pucoljál meg 2 darab hagymát, és akkor ezt kellett megcsináljuk. És szerintem, mivel édesanyám dolgozott 2 műszakban, ezért mindig mi segítettünk neki, és én mindig örömmel segítettem, és volt egyszer egy olyan szituáció, amikor nem volt kiírva a papír, és én készítettem a családnak krumplipürét, csirkemájjal. Na, elkészültünk akkor a rántott kenyerekkel, most pedig jön a budjantott tojás, nem is sima tojásból, hanem fürtojásból, amit én még soha, de soha nem ettem. És akkor felteszem neked a legnehezebb kérdést, de hát ez érdekli szerintem a legjobban a rajongóidat, a nézőket, hogy mire szeretnéd költeni a főnyereményt, mik a jövőbeli tervek? Igazából megvannak a terveim. Van egy élelmiszerboltunk, és 4 napot szeretnék foglalkozni a bolttal, 2 a gasztronómiával. Van egy tervem, de egyelőre még nem szeretnék beszélni róla, azért sem, mert én olyan ember vagyok, hogy én hiszek az energiákba, és hogyha nem összpontosítunk oda eléggé, akkor szétszóródik az energia, úgyhogy ezért nem szeretnék egyelőre még beszélni a terveimről, de megvannak a terveim. És egy másik kis bolt nyitása, azon gondolkozol? Ami mondjuk 100%-ban a tiéd. Azért nem gondolkodok, mert én úgy gondolom, hogy
mondás is mondja, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. És étterem? Már ugye mondtad, hogy a gasztronómia az két... Étterem azért nem jut eszembe, mert ott is az van, hogyha nem tudok 100%-ba oda összpontosítani, akkor nem fogom tudni jól csinálni. Úgyhogy úgy gondolom, egy vállalkozásból elég, aztán a gasztronómián főzni szeretnék egy héten két napot, négy napot a kisüzletbe, és hogyha jó Isten engedi, akkor egy nap pihenés. De az se baj, ha nem pihenek. Az unokahúgom küldte el a jelentkezést, de úgy, hogy azért megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá. Elején nagyon tiltakoztam, aztán... Utána csak belem. Igen, utána valami ünnepség volt, és megittunk egy pohár pálinkát kinn a teraszon, és rábólintottam, mondom, na jó van, akkor jelentsébe. A pálinka meghozta a bátor. Igen, igen. Lehet itt a versenyben is többször kellett volna igyak pálinkát, hogy bátrabb legyek. Na. Jaj, nem. Nem jutott eszembe, csak így most, hát így most már könnyű mondani. Mikor Magyarországra jöttem, akkor én azt hittem, hogy hazajövök, de igazából sokszor megkaptam azt, hogy román vagyok. Otthon Erdélybe, Romániában az volt a baj, hogy magyar vagyok. Kijöttem ide direkt Magyarországra, hogy... magyar legyek, de néha itt is megkapom, de igazából nem foglalkozok vele. És hova kerül a csodaszép díjad? Hát a díjam most otthon van, de valószínű, hogy be fogom vinni a kis élelmiszerüzletembe. Köszönjük, hogy megnézted ezt a blikkes videót, hogyha tetszett, akkor kérlek kommentelj, oszd meg, és persze iratkozz fel összes social csatornánkra, legyen szó Facebookról, YouTube-ról, TikTokról, vagy éppen Instagramról. Találkozunk legközelebb is!